Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, és ez egy rendkívüli adás lesz. Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője bejelentette balaton a Fidesz frakció ülését követően, hogy a fidesz KDMP köztársasági elnök jelöltje, Sőjog Tamás az Alkotmánybíróság jelenlegi elnöke. Erről fogunk beszélgetni Kiszeli politológussal, a századék politikai elemzési igazgatójával itt van velünk a vonal a túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! Két dolog jutott eszembe, amikor meghallottam a hírt. Az egyik, hogy ki az a súlyok Tamás, a másik meg az, hogy akkor ez a fékek és ellensúlyok, na nagyon rossz szóvic. Szóval, hogy azt lehetett sejteni, hogy Orbán Viktor nem ismert embert jelölköztársasági elnöknek, de mit tudunk súlyok Tamásról, és ön szerint miért pont rá esett a választás? Igen, hát valóban egy keveset szereplő ember, és az Alkotmánybíróság elnökeként nem tűnt fel a a szélesebb politikai közvéleményben, lehet, hogy ez is most előnyére vált. Annyit tudhatunk róla, hogy a Szegedi Egyetemen végzett jogot, utána különböző pozíciókban, jogi pályán mozgott, és hát az alkotmánybíróság elnöki pozícióját tölti be jelenleg. Ahogy olvasom, az életrajzát volt Ausztria tiszteletbeli konzulja is, tehát ez egyfajta nyugati kapcsolatot a nyugati, minimum Ausztriával, és az a német nyelvterülettel való kapcsolatot feltételezi, és hát igen, hogy az Alkotmánybíróságnak az elnökeként dolgozott az utóbbi években, hát ilyen szempontból azzal, hogy az Alkotmánybíróságnak, mint a legmagasabb törvényértelmező testületnek az elnöke, ezzel nyilván alkalmas arra, hogy kvázi egy semleges pozícióban a politikai táborokon és árkokon túlnyúlva, ugye az alaptörvényben rögzített feladatának eleget tegyen, és minden magyar az államfője legyen, tehát egyfajta konfliktusmentes pozíció ez az, az alkotmánybírósági elnök, hiszen egy, egy, egy ugye a pártok fölött álló pozíció. Illetve hát valóban, ahogy szerkesztő úr is nagyon helyesen felvetette, miután ugye a bíróságról érkező ember, ezért a jog embere is, hát inkább abba a, vonalba illeszkedik, mint talán Solyom László volt, bár egy aktivista elnök volt, a láthatatlan alkotmány kifejezéssel megpróbálta túlterjeszteni az alkotmánybíróság jogkörét az, az akkori törvényekben szabályozotthoz képest, és hát Márló Ferenc talán inkább illik ebbe a sorba, aki szintén ugye jogtudós volt, jogi egyetemen tanított, és hát utána lett köztársasági elnök. Hát valamelyest egyébként Áder János is ebbe a sorba illik, bár ugye ő viszonylag hamarod hagyta a jogi pályát, és politikus lett, de azt látjuk, hogy ez egyfajta ilyen kiegyensúlyozó szerep, amit most Súlyog Tamástól várnak, és hát az alkotmánybírósági elnöki pozíciójában bizonyított, felteltően ezért esett rá a választás. Korábban még kiszivárgott a miniszterelnök környezetéből az, hogy olyan köztársasági elnököt szeretne, akivel kapcsolatban állítólag úgy fogalmazott, hogy nem baj, ha szürke vagy savanyú, csak támadhatatlan legyen. Hogy látja a Tamás majd egy más karakterű köztársasági elnökséget fog vinni, mint Novák Katalin? Hát ugye egy 67 éves jogprofesszorról beszélünk, aki pályája csúcsán van, már az alkotmánybírósági elnöki pozíció is feltehetően a pálya csúcsa volt, egy jogász pályánál biztosan, már aki nem akar politikus lenni, hanem szakmai karrierben gondolkodik, és hát igen, ugye a köztársasági elnöki pozíció az egy olyan közjogi pozíció, ami ugye pártok jelölik, de végül is ugye esély van arra, hogyha egy olyan szemét jelölnek, ugye akár ellenzéki pártok is, vagy ellenzéki pártok képviselői az országgyűlésben megszavazzák, tehát ez is például ezzel a jelöléssel elképzelhetővé válik, illetve hát igen, eddig minden elnöknek volt egyfajta programja, legkésőbb talán Sólyom László köztársasági elnöksége óta látjuk azt, hogy van egy úgynevezett elnöki program. Ugye Sólyomnál például azzal, hogy ő végigjárta az, a, 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 mai Magyarország egész területét lefedő természeti parkokat, ezzel igazából a környezetvédelemre hívta fel a figyelmet, létrehozta a zöld elnökök kezdeményezést, hogy a környezetvédelmet fontosnak tartó elnököknek egyfajta laza hálózatát építse ki. Tehát emlékszünk Schmidt Pálra, aki nem csak a tárogatózást próbálta népszerűvé tenni. Eszter egyébként a mai napig minden nap felszólal a tárogató, délután fél ötkor, emlékeztetve a trianoni béke diktátum aláírására, de mondjuk az egészséges életmódot is. Hát, hallgatók emlékezhetnek Áder Jánosra, aki az ivóvizek vagy az édesvizek tisztaságáért küzdött, és hát Novák Katalin, aki pedig a családoknak a, a fontosságát hangsúlyozta. Tehát kíváncsi vagyok, hogy folytatja a megválasztása esetén az új köztársasági elnök ezt a hagyományt, és egy új elnöki programmal lép elő, és hát hogyha ez mondjuk nyilván majd meg fogja mutatni, hogy milyen irányban megy az elnökség. Hát láttuk Mádló Ferencnél például, hogy úgy is lehet valaki elnök, hogy nincsen ilyen elnöki programja. Azért uh, érdekes talán még súlyogtamás személye, mert 2010-et követően ugye Schmidt, Pál, Áder, János és Novák Katalin is a Fideszből, a Fidesz pártból érkezett súlyogtamás esetében, mintha ez kicsit másképp lenne. És ugye felmerül ilyenkor a kérdés, hogy nyilván a köztársasági elnöknek elsősorban formális szerepe van, de pont a kegyelmi ügynél megkiderült, hogy bőven vannak politikai aspektusok is. Uh, ilyen szempontból, hogyha egy uh, az mostani alkotmány, bíró megy köztársasági elnöknek, akkor például mennyire várható az, hogy törvények aláírásánál akár sokkal jobban elmerül a részletekben, mint valaki, aki a pártból érkezik? Hát egy jogász nyilván inkább a törvényeket tartja elsődlegesnek, a politikai szempontokat már nem kell, pláne miután ugye a köztársasági elnöknél azt látjuk, hogy egyszer újra választható, ugye, hogyha most megválasztják Súlyog Tamást, akkor ez 2029-ben történhetne meg, hogyha a Fidesz-KDNP többségben lesz a 2026-os választás után, valamint ismét őt szeretnék jelölni, illetve ő elvállalja egy ilyen esetleges jelölésnek a az elfogadását, akkor tehát, hogy még tíz évig is számolhat egy elnök, ugye az akkor ő 77 éves lenne újra esetén. Igen, azt látjuk, hogy, hogy egy jogász nyilván, a, a, pláne egy alkotmányjogász, hogy az alkotmánybíróság volt elnöke, inkább figyel arra, hogy, hogy a hogy, a, hogy a, nem csak a magyar törvényekkel, hanem az uniós joggal is összhangban legyenek az országgyűlés által elfogadott törvények, megelőzve esetleges kötelezettségszegési eljárásokat a brüsszeli bizottság részéről. Igen, egy politikus azért jobban figyel politikai szempontokra is, bár azért most már láthattuk, hogy van ezer banánhéj, amin valaki el tud csúszni politikusként, tehát pont mondjuk az, hogy a kegyelmi döntéseknél nyilván öm, láttuk, hogy Áder János inkább szűkmarkúbb volt, Novák Katalin inkább nagyvonalúbb volt a kegyelem megadás de ezen túl még van számos olyan terület egy köztársasági elnöki funkciónak, amely alkalmas arra, hogy ilyen banánhéként szolgál. Hát reméljük, hogy egy 67 éves kiforrott személyiség azért pláne ismerve a magyar köztársasági elnököknek a, a történetét, mondjuk szilikatali megválasztására, vagy meg nem választására, ha gondolunk, vagy mondjuk, hogy Sólyom Lászlót nem engedték be annak idején Szlovákiába, tehát hogy akkor azt gondolom, hogy a miniszterelnök egy olyan szemét keresett, aki ezeknek az előzményeknek az ismeret Ében, valóban egy inkább rutinszerű, hát ha úgy tetszik, valóban szürke vagy valóban savanyú üzemet visz, de mégis jól működjön ez a funkció. Nyilván a következő napokban biztos, hogy sok nyilatkozatot előhúznak majd Sulyog Tamástól. Én most egy inforádiós beszélgetést találtam, ez 2023. november 10-én keletkezett. Azért hangsúlyozom ezt, mert hát gyakorlatilag a bejelentést követően elindítottuk a felvételt most, úgyhogy még nyilván az elején vagyunk. De ebben többek között arról beszélt súlyogtamás, mint az Alkotmánybíróság elnök. Hogy az Európai Unió jelenlegi fejlettségi fokán az úgynevezett kollíziós helyzetekben nincs olyan fajta megoldás, ami egyértelmű, nincsen hierarchia sem a jogrendszerek, sem a bírói fórumok között, tehát nem lehet azt mondani, hogy az Európai Bíróság egy magasabb rendű bíróság, mint mondjuk a Holland Legfelsőbb Bíróság vagy a Magyar Alkotmánybíróság. Kollíziós kérdésekben eddig egy megoldást talált ki a jogtudomány vagy a gyakorlat, párbeszédet, hogy a bírói fórumok egymással dialógusban döntsék el a kollíziós ügyeket, ezt mondta többek között a Tamás. Mit gondol ezekről a mondatokról? Egy valóban nagyon fontos mondatok, bár ezek egy tudósnak a mondatai. Tehát valóban, ha a tudomány felül közelítünk, akkor ezer százalék, hogy igaza van. És hát ugye utalnék arra a nagyon fontos kérdésre, ami, ami ebben a kollíziós eljárásban van, és amikor a nemzeti jog, és az uniós jog összeütközésen áll. Ugye ez alapesetben egy ugye világos felosztás van, hogy mi tartozik a, a, az unió kizárólagos hatáskörébe, vannak megosztott hatáskörök és nemzeti vagy tagállami hatáskörök. A probléma pont azzal van, hogy az utóbbi 10-15 évben a brüsszeli bizottság túllépte ezt a hagyományos munkamegosztást, vagy az uniós szerződésekben lévő ponto, egyébként pontosan leírt hatásköröket, és hát emlékszünk a Soros Egyetem példájára, amikor Például az unión belüli egységes piac és a versenyfeltételek sérelmét látták a magyar felsőoktatási törvényben, holott mondjuk a bajor vagy a belga felsőoktatási törvény hasonló rendelkezéseket tartalmazott, ott nem látták az egységes belső piac sérelmét, még nálunk igen, és hát az egységes belső piac az az unió hatás körébe tartozik egyértelműen, és hát kerestek egy olyan passzust, amivel ezt a törvényt meg tudták támadni. Tehát ezek a gumiparagrafusok jelentek meg, azonban hát a rossz hír az, Ugye ő nem biztos, hogy beszélt, de hogy Brüsszelnek van egy másik eszköze is, amivel ezeket ki tudja kerülni. Ez például az, amit Lengyelországban láttunk, hiszen a lengyel előző kormány, a piszkormány felvetette, hogy a lengyel alkotmány az az uniós szerződések fölött áll. És hát látjuk ezeket a vitatott témákat, például, hogy Lengyelországban vagy Magyarországban sem lehet azonos nemű pároknak házasságot kötni, vagy gyermeket örökbefogadni. A bizottság például Magyarország ellen ugye pert indított, amihez 15 tagország csatlakozott, hogy eléggé szégyen teljes és mutatja a finneknek a karakterét, hogy ameddig nem szavaztuk meg a NATO tagságukat, addig csöndben voltak, lapítottak, amikor megszavaztuk, másnap csatlakoztak ehhez a perhez. Magyarul Brüsszel ugyanígy az egységes piac miatt, vagy az egységes feltételekre hivatkozva próbálja azt elérni, hogyha egy olyan tagországban köt egy azonos nemű pár házasságot, amelyben ezt lehet, hogy akkor azt azokban az országokban is el lehessen ismertetni, amelyeknek az alap törvény egyébként, mint magyarországi, ezt tiltja. Tehát azt látjuk, hogy ezek az esetek egyre el fognak szaporodni, és hát tehát a lengyeleknél azt látjuk, hogy politikai eszközzel, szivárványkoalícióval, guruló dollárokkal, nyomásgyakorlással leváltották azt a kormányt, amely a jogot így értelmezte. Van egy másik eset Németországból, ugye ott is egyébként látszik, hogy ez a, hogy a globalista nyomásgyakorlás hogy működik, ugyanis egy, a, 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 a Német Alkotmánybíróság egy korábbi elnöke nagyjából egy héttel a nyugdíjazása előtt hozta ki azt a határozatot, amelyben ugye abban a híres határozatban ugye egy ütközést állapítottak meg a német alaptörvény és az uniós jogok közti megosztás, feladat megosztás között, az ultravíres eset volt, erre talán emlékeznek a hallgatók is, és hát ezt meg úgy oldották meg a németek, hogy a Bundestag hozott egy határozatot, hogy mind, a kormánynak minden évben be kell számolni a, a német és az uniós jog közti megoszlás arányáról, hogy hogyan fejlődik, és a Bundestag minden évben megszavazza ezt a jelentést, vitatkoznak róla, megszavazzák, és ezzel kipipálták azt a kérdést, amire itt Súlyog Tamás ebben a tavalyi interjúban hivatkozott, hogy ha kollízió van a nemzeti és az uniós jog között, akkor mit kell csinálni. Tehát azt látjuk, hogy hogy a világ sajnos nem abba az irányba megy, hogy ezeket az eseteket jogilag tárgyalják meg, és hát emlékezhetünk a Sargentini jelentés elfogadásának körülményeire, amikor az Európai Parlamentnek a jogi szolgálata úgy döntött, hogy hát a tartózkodásokat is figyelembe veszik, és akkor így már is kijött a kétharmad a Sargentini jelentés elfogadásánál, amit az Európai Unió érzékenyített bírósága pedig elfogadott. Tehát ilyen szempontból azt látjuk, hogy ezek a globalista struktúrák már az NGO-kkal, az érzékenyítéssel, az ösztöndiakkal már annyira elfoglalták Brüsszelt, hogy igazából lehet jogászkodni, de hát igazából ezek az esetek azt mutatják, hogy amíg érdemi változást nem lesz Brüsszelben, addig sajnos ebben sem lesz változás, és a globalista pozíciót fogják, hogy ahogy Pokor Béla mondja, a, a politika peresítésével, vagy jogiasításával keresztül vinni. Na maradjunk még egy kicsit a kormánynál, meg a kormány helyzeténél és a Fidesz helyzeténél, mert hogy azért elég nehéz napokon van túl a jelenlegi kormánypárt. Hogy látja a Súlyog Tamásnak a jelölés, és beszéljünk arról is, hogy közben megvan a Fidesz EP lista vezetője is, aki nagy valószínűséggel Dajcs Tamás lesz, bár erről még a választmánynak döntenie kell. De hogy látja ezek a személyi döntések, mennyire tudják helyre állítani a kormánypártnak az igen csak az elmúlt napokban megtépázott renoméját. Igen, tehát fontos látni, hogy Súlyog Tamás, aki az alkotmánybíróság éléről kerül, kerülne megválasztása esetén a Sándor palotába, ő inkább alkalmas a köztársasági elnöki jogkör klasszikus Leírásának a, a betöltésére, vagy az annak való megfelelésre. Tehát ilyen szempontból szerintem ő egy jó jelölt. Elképzeletűnek tartom, hogy egyes ellenzéki pártok, vagy azok képviselői is esetleg megszavazzák. Ez egy szép gesztus lenne, és egy ilyen jelölt. Hát nem tudom, mondjuk ugye látjuk azt, hogy például a gyerme az alaptörvény módosításnál is például ugye egyes ellenzéki pártok is jelölt, utaltak arra, hogy megszavazzák, ugye ismerté vált már a módosítás szövege, és elképzelhető, hogy minimum egy-két párt megszavazza, tehát ilyen szempontból az köztársasági elnöknél sem tartom elképzelhetetlenek, ez egy szép gesztus lenne, de nem csak, hogy, hogy szavakban beszélnének az ellenzéki pártok arról, hogy hát vannak kérdések, amikben egyetértés kell, hogy legyen, és szerintem a köztársasági elnök, aki minden magyart képvisel, ellenzékieket, határon balosokat, jobbosokat, hogy ennek a megválasztásán ez egy szép gesztus lenne. Úgy érzem, a kormánypártok ebbe az irányba tettek egy gesztust a jelöléssel. Igen, hát a, hogyha tényleg Tamást választja a Fidesz európai lista, vezetőnek, akkor pedig egy olyan politikusról beszélünk, aki már eddig is vezető szerepet töltött a Fidesz brüsszeli delegációjának vezetésében, illetve hát ugye aki már kint van Brüsszelben egy ideje, és ezzel ő is ugye egyrészt ugye régi Fideszes, az alapítók között van, és hát a másik szempont, hogy Brüsszelben is most már kiismeri magát, tehát ilyen szempontból szerintem az, hogy őt ilyen hamar szintén jelölték, ezzel sikerül nem csak ugye a köztársasági elnöki, hanem a kegyelmi botrányt lezárni, és az alaptörvény módosítás lehet az, amivel talán a társadalom is egy olyan jelzést kap, mint mondtam, minimum a kormánypártoktól, jó esetben egyik vagy másik ellenzéki pártól is, amelyek megszavazzák, hogy itt egy összpolitikai igény van arra, hogy legyenek olyan témák és kérdések, amelyekben túl tudnak lépni a vitákon és a megosztottságon. De egyébként hát azért az ellenzék szerintem azt fogja mondani, hogy Orbán Viktor jelöltje, és hogy a kormány is illegitim, ismerjük azért ezeket a mondatokat, tehát amit ő mond... Mondott, az nagyon jó hangzik, csak nagyon meglepődnék, hogyha így lenne. Ezért mondtam, hogy egyes ellenzéki pártok. <laughs> És akkor az az látjuk, mert... hogy az LMP, ami időnként most helyben konstruktív, nekik van saját köztársasági elnök jelöltjük, ami mi hazánk mozgalomnak is van. A többiek meg azt mondták, hogy ők bolykottálják alapvetően ezt, szóval kíváncsi lennék, hogy mi lesz ebből. Hát ugye az ellenzéki jelölteknél az a probléma áll fel, hát ez nem probléma, ez az alaptörvény rendelkezése, hogy 40 parlamenti képviselőt, az összesnek az ötöde kell, hogy ajánljon egy köztársasági jelöltet, és egy képviselő nyilván csak egy jelöltet támogathat. Tehát miután sem a mi hazáknak, pláne az lmp nek nincsen meg a 40 képviselője, és hát ugye a szerkesztő úr is említette, hogy egyes ellenzéki pártok most éppen abban érdekeltek, hogy távolságtartással tüntessenek, és ugye, hogy nem akarnak részt a folyamatban, tehát így feltehetően ellenzéki köztársasági elnök jelöltet sem fognak támogatni az aláírásukkal, így ez egy szimbolikus gesztus van. Ez fontos egyébként, hiába van egy-két-három százalékon egy párt, attól még fel kell tudni mutatni akár az lmp re ha gondolunk, egy olyan politikust, vagy egy olyan köztiszteletnek örvendő szemét, mint Pétert az LMP, aki, akiről egyébként el tudjuk hinni, hogy, hogy alkalmas a köztársasági elnöki pozíció betöltésére. És hát nyilván itt az, is fontos, hogy akár csatmagdolna a mi hazánknál, hogy elfogadták ennek a pártnak a felkérését, illetve hogy olyan emberekről van szó, akikről a társadalom nagy része el tudja képzelni, vagy el tudja fogadni, hogy ők be tudnák tölteni ezt a pozíciót. Tehát ez a kormányzó képességnek a része, hogy egy párt szinte minden pozícióra tudjon egy alkalmas embert ajánlani, ha nem is a saját soraiból, de egy olyat, aki elfogadja a felkérést. Tehát szerintem ez fontos. Hát a többiek, meg nyilván a Momentum, meg a DK, Cica harca, az pedig nyilván arról szól, hogy, a, hogy hogy különbözzenek a többiektől, és hát megpróbálják besöpörni a legtöbb ellenzéki szavazatot. Hát miután most az európai választáson leginkább a törzs szavazók fognak részt venni, ezért nyilván a baloldali pártok, főként a DK és a. Momentum most azoknak a, a, a baloldali, vagy ellenzéki szavazóknak játszanak, a törzs akik nem tűrik a, semmilyen megalkuvást a, a kormánypárta, még akkor sem, ha olyan fontos kérdésekről van szó, mint amikről mi most beszéltünk, például a gyermekek védelme. Ennek a védelemnek az alaptörvényben való megerősítése, vagy mondjuk egy olyan embernek a megválasztása köztársasági elnöki, aki ha megválasztják, őket is fogja képviselni, például amikor külföldre utazik és külföldi államfőknél tesz látogatást, vagy mondjuk az ENSZ-ben vagy más nemzetközi testületekben Magyarország nevében felszólal. Egy kicsit még visszatérnék arra a kérdésre, hogy ugye Orbán Viktor az évértékelőjén azt mondta, hogy rémálomszerű hetek voltak az elmúlt hetek a Fidesznek, hogy van ebből visszaút, mert azt is látni, hogy a civil társadalom, a társadalom azért így, így most mintha keményebb kritikákat fogalmazna meg, bár tüntetéseket korábban is láttunk. Tehát az a kérdés, hogy itt valami lavina elindult, vagy ez csak egy fejezet a Fidesz történetében, és kezelni fogják tudni ezt is. Ez szerintem már kezelve van. Tehát azzal, hogy a botrány kipattodása után néhány nappal a miniszterelnök az alaptörvény módosítását javasolta, ezzel behúzta a féket, satúféket nyomott, és innentől kezdve az látszott, hogy ha volt is olyan látszat, vagy egyesek azt terjesztették főként az ellenzéki oldalon, hogy itt mást mondanak és mást csinálnak. Az alaptörvény módosításával szerintem minimum a miniszterelnök egyértelművé tette, hogy a gyermekvédelemben a családpolitikában nincsen fordulat, és hát azzal, hogy novák katalin is Varga Judit is lemondott, ezzel a politikai következményt vállalták. A kormány részéről Varga Judit volt ugye az, aki ellenjegyezte a köztársasági elnök döntését, ezzel ő vállalta a kormány nevében a politikai felelősséget, mint érintett tárcavezető. Tehát ilyen szempontból szerintem ez a része ez megállt. Igen, csak Nyilván az alaptőn... azért csak tömegek tüntettek a hősök terén, ugye Varga Igen, Judit csak a volt, ugye a partizánba. Igen, nézzük először a tüntetést. Ugye, ugye azt láttuk, hogy amikor például most tüntetések voltak, hogy akkor milyen kevesen mentek el, amikor a pártok hívták az embereket. Most kíváncsian várjuk, hogy vasárnap, amikor a DK a közvetlen államfőválasztás mellett tart tüntetést, hogy hányan lesznek, hogy a Kossuth térnek mekkora részét fogják tudni elfoglalni én szerintem kevesen lesznek. Tehát ez a része szerintem nem változott, hogy a pártok, a baloldali pártok pláne továbbra sem tudnak nagy tömegeket megmozgatni, tehát szerintem ez nem változott. A, a tüntetés tényleg egy nagy tüntetés volt, én több tízezeres tüntetésről beszélek, hogy 150 ezeren, két, 200 ezeren vagy, vagy 100 millió volt, -e, azt, azt nem tudom, de mondjuk több tízezer ember biztos volt, de itt pont egyrészt ugye, hogy a, az influencerek tartották ezt a tüntetést, úgymond kiszervezték a tüntetést a népszerűtlen pártok a legnépszerűbb olyan influencereknek, akik egyébként a választási kampányban azért erősen a baloldalhoz húztak. Tehát ha megnézzük az ottani, mondjuk akár Gulyás Márton, a szerkesztő úr említette is a partizán, hát ő aztán mindennek nevezhető, csak csak független és pártatlan influencernek, nem? Tehát ilyen szempontból az látszik, hogy ahogy például Amerikában is Joe biden kiszervezik a kampányt influencereknek, vagy egyébként a republikánus pártnál már nagyon régen megjelentek olyan, olyan amatőr énekesek, vagy olyan amatőr youtuberek, akik akik anélkül tudták terjeszteni azokat az értékeket, hogy, hogy közvetlenül kötöttek volna Donald Trumphoz. Tehát ez, ez úgy látszik, hogy ez is egy új elm lesz, hogy a dollár baloldal és a dollár média után megjelennek a dollár influencerek is. De az a lényeg, hogy itt inkább a gyerekek melletti kiállást látom, és az, hogy 200 millió forint gyűlt össze az állami gondoskodásból kikerülő és hajléktalanná váló gyerekek javára, szerintem ez is inkább azt mutatja, hogy ez nem a politikáról szólt, hanem. hanem a, a gyerekek mellett az áldozatok. Mellett. Igen, és azért mondom, hogy ez se új. Tehát, ugye, hogy egyszer volt Budán Kutyavásár, emlékszünk, amikor az LMP fölkarolta az otthonápolási díj kérdését, és ott valóban egy komoly társadalmi megmozdulást láttunk. Onnantól kezdve, ugye, a kormány is korrigálta az otthonápolási díjat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a gyermekvédelmi törvény szigorítása mellett esetleg olyan intézkedések is jöhetnek, amik finomítják a gyermekek ellátását, akár az állami gondozott gyermekeknek a, a, a támogatását ez biztos ráfér a rendszerre, meg biztos ezt is talán mindenki tudja támogatni, nem csak a kormánypártok. Hát aminek Magyar Pétert illeti, hát látjuk, hogy ő igazából ugye a jobbikos politikusnál járt, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökénél, aki jobbikos, és hát ugye, ha megnézzük egyébként, itt két vonalat kell látni. Egyrészt a saját ambícióját, ugye most már a, a, héten olyan hírek is megjelentek, mint hogyha EP képviselő akarna lenni, hogy, hogy voltak olyan újsághírek, én legalábbis olvastam ilyet az interneten, hogy vissza akar menni Brüsszel Elbe, de most már képviselőként jó fizetéssel. Hát ez a vonat elment szerintem, ugyanis a legtöbb párt már bejelentette a, 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 az LP listáját, és hát ha megnézzük a 21 magyar mandátumból, ha 12-14-et elvisz a Fidesz, 2-3-at a DK, 1-2-t a mi hazánk, akkor már nem nagyon marad hely. Hát a DK-nál is két-három mandátum úgy néz ki, hogy lehet, és akkor hát azt kell nézni, hogy a momentumnak egy vagy két mandátuma lesz, ha így folytatják inkább egy, és hát ugye nyilván még a, a jobbik is ki szeretne jutni, az MSP is, meg, meg, meg mások is, de igazából a jobbik ugye két helyet bejelentett, már, tehát ott már csak a harmadik lehet, a párbeszédnek esélye sincs az 5%-ra önállóan, tehát ilyen szempontból szerintem ez a hajó elment, és hát a másik, ugye, amit inkább látunk, hogy megpróbál megpróbál a tanácsadói szférában gyökeret verni, hogy átvette egy tanácsadó cégnek a, a, a vezetését, tehát ilyen szempontból kérdés, hogy, hogy mi az ambíciója, egyet azonban látni kell, a, a tények makacs dolgok, ha megnézzük a, a, a magyar Péter közösségi oldalának a kattintás számokat, azt látjuk, hogy nem tudta fenntartani ezt a fajta érdeklődést. Én azt mondtam magamban, Azért hogy... Azért nem sokan néz... lájkolják, ilyen több ezre Persze, de, 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 de nézzem meg hogy mennyien voltak mondjuk még a, a lemondások előtt, és, Igen, és meg mert hát két millióan megnézték a partizánunk. Jó, jó, most, jaj, 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 millió... és, és, azt mondom, hogy most ahhoz képest egy pár ezer lájk. De most lánom. én nem a két millióhoz én... mérem, én nem a két millióhoz mérem, mert az tényleg egy egyszeri nagy. Ugye egyszer volt Budán kutyavására. Nem, tehát az nyilván egy óriási nagyot szólt, ez vitathatatlan. De ha megnézi, hogy mondjuk korábban még ilyen tízezer, húszezer lájkja volt, most már azért inkább a tízezerhez van közelebb. Ugyanis én azt mondtam magamban, hogy ha a miniszterelnök évértékelőjére beváltja az ígéretét, hogy ad témát az évértékelőhöz, akkor, ha az nagyot szól, akkor igen, ebben a pasiban van kraft. De ugye nem? Akkor adott. Van... Na hát ez az, és szerintem innentől kezdve nagyon nehéz neki fenntartani ezt az érdeklődést, anélkül, hogy bármilyen konkrétumot, vagy bármilyen olyat, olyan újat olyat tudna mondani, vagy akkor tényleg beáll a sorba, hogy ezt nagyon sokan gondolták, és hát én is egyre inkább erre hajlok, hogy Simicska atombombája, meg, meg Pesti Lászlónak a, 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 a majd előkerülő bizonyítékaihoz hasonlóan, ő iránta is előbb-utóbb el fog tűnni az érdeklődés, mert ha valaki nem, tehát nem lehet mindig farkast kiáltani. Oké, okay, egyszer bejött neki, egyszer terített ahhoz képest azt látjuk, hogy most viszont már nincs új információ, és nem azért nincs, mert komire tartogatja. Tehát neki nagyon nehéz lesz föntartani az érdeklődést, és hát azt látjuk, hogy az antrét egyébként minden ilyen leleplező jól megtervezi, tehát ez egy jól sikerült entré volt, de hát ugyanúgy, ahogy Hát ugye ezt ismerjük a tévéből, vagy a streaming szolgáltatóktól, hogy ha van egy nagyon jó első rész, akkor még a második részbe talán az első részből kimaradt poénokat beleírják, de a harmadik, negyedik, ötödik rész, vagy a második évad az már izzadságszagú, és most ott tartunk, hogy lement az első évad Magyar Péter ö, egy személyes magánszámából, és kérdés, hogy lesz-e második évad, mert hát egy idő után én azt látom, hogy az érdeklődés az inkább csökken, a, a, a Facebookos kattintás számokra utalva kifejezettem. Tehát, hogyha még nem hoz elő valami újdonságot, vagy nem tud valami olyannal szolgálni, amit bizonyítékkal is alátámaszt, akkor valóban csak egy lesz a sok olyan ö, ö, kiugró áruló közül, akik ugrottak, és hát igazából a semmiben találják magukat, mert ahogy tényleg nagyon sokan mondták az elmúlt két hétben, a bal oldal az árulást szereti, az árulókat viszont nem. Egy utolsó kérdés, hogy azért a Fidesz hagyományosan túl szokta magát nyerni az európai parlamenti választáson, ugye ilyen 14 mandátum körül szereznek. Ha valamilyen történelmi oknál fogva ez most kevesebb lesz, az lehet-e kudarc a kormánypártnak, vagy itt továbbra is az a cél, hogy meglegyen a 14 mandátum? hát ugye most 12 van, a Fidesz KDNP együtt, ugye együttesen a, egy, egy, a hölvényi Györgyel, aki a KDNP színeiben, de a közös listán nyert eddig mandátumot. Én azt gondolom, hogy a 12 mandátum mai tudásunk szerint nyilván az, az biztos. Hát a 14 az kétharmad lenne. Ugye Kunhalmi Ágnes mindig előadja az ATV-ben, hogy hát azért kéne összefogni, hogy nehogy 14 mandátuma legyen a Fidesznek. Ezzel megismétli a 18-as, 22-es összefogás történetet. Tehát ilyen szempontból a 14 szerintem az egy olyan cél, ami benne van a pakliban, de szerintem ha 12 lesz, az sem probléma a Fidesz számára. Nyilván, ha a mostani 12-nél kevesebb lesz, az lehet probléma, hiszen ugye, hogyha a 12 az egy alacsonyabb, ugye most magasabb lesz a részvétel, tehát azért ezt is nézzük. Az önkormányzati választás miatt is. Igen, mert ugye az európai választáson nagyjából ilyen 28-35 százalék között volt a részvétel az elmúlt választásokon. Az önkormányzati választás inkább 50-55 százalékos, tehát egy magasabb részvétel mellett történik a, a, mostani választás. De hát ugye azért azt mondtam korábban, hogy a, általában a törzs szavazók vesznek ezen részt. Tehát ilyen szempontból a Fidesznek sokkal több szavazója van. Tehát nagyjából egy ilyen másfél, inkább két millióhoz közeli számról beszélhetünk, akik a Fidesz elkötelezett szavazói, és hát a baloldalon jó, ha másfél millióról beszélünk, és hát ott is ugye megoszlik, hiszen ugye, a, a, hogyha külön indulnak ezek a pártok, mondjuk a párbeszéd, nem Jobbik, akkor ezeknek a pártoknak kérdéses az 5 os eredménye, ilyen szempontból azért az a, más, a nagyjából 1,3-1,5 millió baloldali szavazó az megoszlik, és hát ott van még a mi hazánk, amely nyilván szeretne egynél több mandátumot szerezni, hogy mutassa például a Jobbikkal szembeni támogatottság fölényét, tehát ilyen szempontból ez sem szabad alábecsülni, Tehát én azt gondolom, hogy ha a Fidesz minimum 12 mandátumot tud hozni, az egy jó eredmény. Nyilván a 14-et tud hozni, a kétharmad meg van az európai választáson, az, az egy, az, egy, az egy kimagasló eredmény. Hát hogy azért ne zárjuk ki, úgy utolsó mondatként, ha megengedi szerkesztő úr, hogy emlékezzünk azért 19 májusára, amikor az Ibiza botrány beborították német médiumok, és az addig viszonylag jól szereplő Osztrák Szabadságpártól félmillió szabad. Tehát a néppárthoz. Tehát ne zárjuk ki, hogy akár ilyen kommunikációs támadást indítanak a globalisták a magyar kormánypártok ellen, hiszen ugye a május a választásokhoz képest egy hónappal korábban az az időpont, amikor az Ibiza botrány alapján ez egy az ő szempontjukból optimális időpont lenne. Hát nem tudjuk a háború hogyan alakul, nem tudjuk, hogy a gazdaság, a szankciós, infláció vagy a egyéb gazdasági intézkedések hogyan alakulnak, de mai tudásunk szerint a Fidesznek 12, akár 14 mandátuma is lehet az RP választáson. Na meglátjuk és kíváncsiak. várjuk a fejleményeket is. Kiszeri Zoltán, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm a hívást. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, és fogjuk folytatni további témákkal. Viszontlátásra, viszontlátásra.